Hát sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek itt a novemberbe forduló fagyos időből. Remélem, hogy ti azért jó melegben nézitek és hallgatjátok az én aktuális videómat, aminek tulajdonképpen az is lehetne a címe, hogy egységben az erő. Ugye az utóbbi időben én több mint négy éve készítem a foci videókat. Az utóbbi időben egyre többször hangzik el az a mondat és az a gondolat különböző labdarúgó berkekben, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó lenne az, hogyha a magyar válogatott merítése még nagyobb lenne. Elégedettek vagyunk már azzal is, hogy szépen növekszik a külföldi csapatokban játszó játékosok száma, de mégis jobb lenne, hogyha nagyobb lenne a merítés, és adott esetben mondjuk 70-80 játékosból, akik ugye nemzetközi bajnokságokban játszanak, Franciától Olaszig, Angoltól Portugálig, lehetne kiválogatni a magyar játékosokat. Most ez a videó arról szól, hogy alapvetően ez a kérdés is sokkal bonyolultabb, mint ahogy a fotelből ugye ez elsőre látszik. Azért itt megint el kell választani egymástól két kategóriát, ugye akiket én futball kelekótyának nevezek, ugye azok az elemzők, akik néha össze-vissza beszélnek, hát ezeknek ez a szakmájuk, ehhez képest írnak meglepő dolgokat, de ebben a tekintetben nem írnak butaságokat, ebben a tekintetben ők is reálisan leírják azt, hogy ez a kérdés nem úgy néz ki, hogyha kétszeresére vagy háromszorosára megemeled a top ligákban, vagy a nívósabb európai ligákban játszó magyarok számát, akkor a válogatott mindenképpen jobb lesz. Volt idő egyébként, amikor elég sok magyar játékos játszott nyugati bajnokságokban, és mégsem volt a magyar válogatott kiemelkedő, és erről szól tulajdonképpen a videóm, hogy miért van az, hogy ez a kérdés bonyolultabb, miért van az, hogy ez csak a fotelből látszik úgy, hogyha kétszeresére, háromszorosára növeljük a külföldön játszó magyarokat, akkor itt nem azt mondom, hogy Kánaán lesz, de mindenképpen egy optimálisabb helyzet. A kérdés megvilágítására én egy párhuzamos példát hoznék, ugye ami Jugoszlávia, pontosabban ugye a szerbek. Most a szerbek ugye hivatalosan ma is ugye sokszor úgy nevezik magukat, hogy Jugoszlávia, tehát érthető, hogy miért mondtam ezt. A szerbeknél, vagy még tágabban ugye a régi államalakulatban, a 60-as évek végén kezdődött el az akadémiai rendszer kiépítése, és mostanra ugye, amikor a balkáni háború után ugye darabokra estek, ezek az akadémiák a különböző kisebb országokban nagyon okosan és nagyon jól folytatódtak. Tehát nekünk ugye ezek példák voltak, amikor a magyar akadémiai rendszer kialakult, hát mintegy 30-40 évvel előttünk kezdték ezt el, és hát ha a magyar akadémiai rendszer 30-40 év múlva majd egy ilyen videóvizsgálat alá kerül, akkor nyilván nem ezeket a számokat fogjuk mondani a topligákba vagy a kevésbé topligákba kerültekkel kapcsolatban, mint ahogy éppen most állunk. De zárója bezárva, mert ez a videó nem erről szól, hanem arról, hogy ugye önmagában az, hogy például a szerb vagy a horvát akadémiai rendszerekből annyi tehetséges játékos került ki az elmúlt évtizedekben, hogy ezek aztán bekerültek topligákba, illetve topligák alatti bajnokságokba, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy az ő válogatottjuk jó. A horvát válogatott az, ami ugye teljesít, ott is vannak azért hullámvölgyek, meg emelkedések, de az elmúlt évtizedben azt lehet mondani, hogy elég stabilan ott vannak ugye a világ élmezőnyében, tehát nem csak arról van szó, hogy Európában a legjobbak közé tartoznak, hanem a világ élmezőnyében ott vannak. A szerbeknél viszont éppen egy másik példa figyelhető meg, és bizony Magyarországon is hasonló volt a helyzet, ha a korábbi évtizedekre visszanéztek. Ugyanis az történt, hogy a szerbeknél Európa-bajnokságokon, világbajnokságokon hiába van egy nagyon komoly játékos értékű csapat, amely csapatnak a játékosai túlnyomó részt topligákban, illetve topligák környékén játszanak. Éppen aktuálisan, ha összeállnak egy rendszerre, egy jó edző jó voltából, akkor eredményeket érnek el. Éppen aktuálisan, ha motiváltak, akkor eredményeket érnek el. Ha éppen nincs kedvük játszani, akkor jóval gyengébek. Szóval az a lényeg, hogy
hogy bonyolultabb az a kérdés, hogyha telerakod nemzetközi ligákban játszó játékosokkal a csapatot, akkor azok tényleg jók lesznek-e? Rossi nem ezt az utat járja minden ellenkező gondolattal szemben, még egyszer mondom, ami a fotelből ugye jónak látszik, mert hogy Rossi azt az utat járja, hogy egy játékrendszert talál ki, amely játékrendszerre keresi azokat a játékosokat, akik erre alkalmasak. A legjobb példa erre Nagy Zsolt. Ugye, hiszen Nagy Zsolt nem topligában játszik, azonban sokkal jobban bele tudja illeszteni a magyar válogatott játékrendszerében Nagy Zsoltot, mint amennyire bele tudja illeszteni Kerkez Milost, és akkor egy ideig próbálkozott, hiszen ez a Kerkez Milost mégis a Bormes játékosa, tehát azt lehet mondani, hogy ugye egy top liga, ha nem is top csapatában, de egy jó csapatában játszik, tehát próbálkozott, vannak Kerkeznek kétségkívül kiemelkedő erényei, de a csapatjátékban nem nagyon tud működni, és ezért gondolkodás nélkül egy idő után azt mondta, hogy jó van, akkor kipróbáltam, megcsináltam, de most akkor a Nagy Zsolt következzen. És a Nagy Zsolt a minőségét változott a válogatott. Tehát igazából a magyar válogatottnak nem az az útja, mint egyébként a magyar labdarúgásnak az útja, mert a magyar válogatottnak az az útja, hogy egy játékrendszerben a játékrendszerhez illeszkedő, a játékrendszernek megfelelő játékosokat találva sikerüljön egy karakteres nemzeti válogatottat kialakítani, amelyik a lehető legjobb csapatoknak, de a rosszabbaknak is eredményes ellenfele lesz. És a Rossi ezt az utat járja, és ennek megfelelően azt kell mondjam nektek, hogy tulajdonképpen abból a szempontból mindegy, hogyha megvan a játékrendszer, és ahhoz megvannak a megfelelő válogatott játékosok, hogy azok az Újpestben, a Mezőkövesben, vagy adott esetben a Nyíregyházában pallírozódnak ugye hétvégenként, vagy adott esetben mondjuk a Série A vagy a Série B csapataiban játszanak, mert hogyha megvan a szerkezet, megvan a játékrendszer, akkor tud működni a magyar válogatott. Egy pillanatra megállítom a videót, mert szirénázás van, aztán innen folytatom. Na már itt is vagyok, csak nagyon behallatszik ilyenkor a sziréna hangja, és akkor inkább jobb, hogyha az ember lekapcsolja. Szóval igazából a magyar labdarúgásnak viszont az az útja természetesen, hogy az akadémiai rendszerekből egyre több fiatal kerüljön ki, ezek a fiatalok pallérozódjanak külföldi bajnokságokban, ezek a fiatalok a legjobb magyar csapatokban tudjanak stabil kezdőjátékosok lenni, és akkor az ember azt mondja, hogy gyerekek, akkor itt jó irányba tartunk. Nem kérdés, hogy azok a játékosok, akik mondjuk nap mint nap az Inter, a Milán, a Como, a Bologna, a Nápoly, az ismét remek Nápoly ellen játszanak, vagy éppen azok a játékosok, akik a Leverkusen ellen, a Hoffenheim ellen, a Bayern ellen, a Freiburg ellen lépnek, a Lipcse ellen lépnek pályára, azok nyilván rengeteget tanulnak a lehető legjobb szakemberektől, és egy olyan közegben vannak, ami elképesztő motiváció erőt ad nekik ahhoz, hogy egyre jobbakká váljanak, de azt is el kell mondani, természetesen azt is el kell mondani, hogy ez nem feltétlenül csak jó lehet a válogatott szempontjából, hiszen létezik az, amit úgy is hívunk, hogy sztár effektus. Ugye amikor hazajövök a naptalan keletre, és akkor én elmondom, hogy mit kell csinálni. Létezik olyan is, hogy a játékosok egymással adott esetben összekapnak magánéleti problémákon, mindenféle apróságon, üzleti ügyeken, ugye? És akkor megint nem tud jól működni a válogatott. Létezik olyan, hogy amire volt példa egyébként a korábbi évtizedekben, hogy még a válogatott összetartásokon is egy-egy külföldről hazajött idegen légiós a saját üzleti ügyeit intézte telefonon, és abszolút nem volt ott a fejben, még a legfontosabb megbeszéléseken sem. Tehát itt az, hogy egy válogatott jól működjön, ahhoz nem egyenes ok, nem egy ilyen okokozati kauzalitás van annak a hátterében, hogy valaki nagy topligákból merít, és akkor jobb lesz a válogatott. És ha mondjuk 6-szor annyian vannak, akkor 6-szor jobb lesz a válogatott. Ugye erről szó nincsen természetesen. Egy válogatottat közösségé kell formálni, egy válogatottat szerkezetben kell fölvinni a pályára, egy válogatottat emberekben motiválni kell, és meg kell velük értetni, hogy nem csak a saját kupacsapatodban, hanem a válogatottban is jól kell teljesítened. Tehát ez az, ami egy komplex is
és sokágú feladat, nem pedig arról van szó, hogy te azt hiszed, hogy azért, mert többen vannak, azért több emberből válogat majd a szövetségkapitány, és akkor egyszerűbb a szituáció. Na hát remélem, hogy meg tudtam világítani ezt a kérdéskört, hogy nincsen egyenes okokozatiság a nagyon merítés és a jobb válogatott között. Éppen ugye a szerb példával tudtam nektek megvilágítani, de hát lehetett volna a futballtörténelemből a brazilokat is példaként mondani, akiknek gyakorlatilag mindig az egyik legnagyobb a merítés a világbajnokságokon és a Copa Amerikákon, és mégsem mindig ők nyerik meg. Ugye, tehát nyilvánvalóan a válogatottban rengeteg egyéb kis összetevő van, amik ezeket a fogaskerekeket összecsiszolja a szövetségkapitány, és csinál a válogatottból egy hatékony rendszert. Na hát remélem, hogy mindenki értette, amiről beszéltem, és bízzunk abban, hogy a Marco Rossinak az összecsiszoló tevékenysége sokat segít, és így ugye, ahogy idővel lassan, de növekszik a különböző ligákba bekerült játékosok száma, úgy sikerül ezekből egy jó és hatékony működő rendszert mindig kialakítani, és ez a jó és hatékony működő rendszer, ez azt a hívó erőt fogalmazza meg a válogatott játékosok számára, hogy érdemes hazajönni. Amíg egyébként a válogatott mögött ekkora nézőközönség van, amíg ennyire nemzeti ügy az, hogy a válogatott hogyan teljesít, mert akárhogy is magyaráznak a fotelhuszárok, és bizony ebben a futballkelekótyáknak is nagy szerepe van, azért a magyar válogatott mögött egy nagyon-nagyon-nagyon széles nemzeti összefogás van, ami ezeknek az embereknek fáj láthatóan, de hát azért jobb pillanataikban ők is elismerik, hogy ez egy nagyon nagy dolog. Addig szerintem a játékosokat a ligákból, akár a topligából, akár az alsóbbakból motiváltak arra, hogy hazajöjjenek, és ha motiváltak arra, hogy hazajöjjenek, akkor nyilván nagy teljesítményt akarnak a magyar közönség, vagy ugye külföldön a magyar színeket viselve a éppen kiment szurkolótábor, meg a sok tévénéző szeme láttára letenni az asztalra. Az egyébként már egyre kevésbé igaz, ezt azért mondjuk el őszintén, hogyha valaki a válogatott mérkőzésein, az Európa-bajnokságok és világbajnokságokon kívül jó teljesítményt nyújt, akkor az érdekes a scoutoknak. Ha viszont a világbajnokságon és az Európa-bajnokságon jó teljesítményt nyújt, akkor gyakran fel tudja kelteni a figyelmet önmaga iránt. Ez se szükségszerű egyébként, hogy a pozitív-negatív példát egyaránt tudok mondani. Ugye a Nagy Ádámot egyértelműen az Európa-bajnoki teljesítménye miatt vitték el, ez nem kérdés, tehát lenyűgöző volt az, amit ugye 16-ban produkált az Európa-bajnokságon, futó teljesítménytől kezdve a rengeteg mutatóban. A Dzsuzsák viszont nagyon reménykedett abban, hogy a 16-os Európa-bajnokság után egy nívós csapathoz kerül, ez az ajánlat azonban elmaradt, tehát ez nagyon sokféle összetevőből áll ez a történet, és ugye amikor a labdarúgást elemző szakemberek ajánlgatnak különböző játékosokat a különböző csapatokhoz, akkor ezt nagyon sokszor úgymond a földi halandó nem is tudja, hogy mi váltja ki az adott döntést, hiszen olyan apró nüanszok is számíthatnak, hogy mondjuk valaki a védekezésben mennyire jön vissza, vagy az is számíthat, hogy mennyire érti meg azt a játékrendszert, amelyben éppen az edző játszatni akarja, vagy esetleg önálló utakra tér, tehát nem olyan fegyelmezett mondjuk, hogy ezekről is lehet beszélni egy-egy mérkőzésen. No, hát nem is ragoznám ezt a dolgot, tehát a kérdés ugye az volt, hogy a feltétlenül akkor lesz-e jó egy válogatott, hogyha sok a komoly ligából hazajövő játékos. Erre a kérdésre az a válasz, hogy nem. Mindannyian szurkolunk annak természetesen, hogy nagyobb legyen a merítés, de ez nem hozza szükségszerűen azt, hogy a válogatott színvonala magasabb lesz. A szerb vagy a brazil példa pontosan mutatja azt, hogy ez mennyivel bonyolultabb. Ugye ez a videó, úgy is mondhatom ismét, hogy vannak olyan elemzések, akár videók, akár szöveges elemzések, amelyek a felszínt kapargatják, és a felszíni, a történés technikai felszín látványosságaiból kiindulva próbálnak okosságokat elmondani, de az ember ugye kicsit mélyebbre ás,
és valóban végig gondolja a mélyebb összefüggéseket, akkor kezdi el megérteni azt, ami a magyar labdarúgás, és akkor kezdi el megérteni azt, ami a magyar válogatott. Ezért kell nagyon szurkolni annak, hogy Rossi minél tovább maradjon, mert Rossi ezt nagyon jól érti, Rossi ezt nagyon jól látja, hogy akár egy Niki Csert bemer tenni a magyar válogatottba, mert látja, hogy azon a ponton egy fegyelmezett, okos játékos, ha azt a játékot ellátja, akkor minden rendben lesz, és ugyanez volt az erénye a Rebrovnak is, aki ugye simán hozzányúlt olyan játékosokhoz, akikre nagyon sok fradi szurkoló is azt mondta, hogy kutyaütő, ez ne kerüljön be, hát ez szürke, mint az egér, vagy éppen még annál is gyengébb, és a Rebrov betette, és a megfelelő rendszerben jól tudott játszani, mert ugye az a rendszer a lényeg egy-egy csapatnál, és az a rendszer pszichológiailag, technikailag, fegyelmezettségében minden szempontból működik, akkor minden rendben van, ha nem, akkor meg hiába vannak benne sztárok, akkor se fog működni. Tehát nagyon köszönöm, hogy meghallgattál, tetszett, nyomj egy lájkot, ha még jobban, akkor iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban, akkor segítsd a munkámat a videó alatt tátott számlaszámon. Hajrá Magyarország, hajrá magyar labdarúgás, a jó Isten áldjon meg mindenkit!